Gyilkosság. Megöltek egy 12 éves lány Nyíregyházán. A rendőrség őrizetbe vett egy 32 éves gávavencselői férfit. Körültekintően a tűzifával. A közösségi oldalakon már megjelentek a csaló tűzifa árusok. Újabb okoszebra. Messziről is jól látható átkelőhely segíti a gyalogos forgalmat Máté Szalkán. Megöltek egy 12 éves lány Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket. A rendőrség őrizetbe vett egy 32 éves gávavencselői férfit, aki a nyomozóknak elmondta, hogy a fiatal lányjal szerelmi kapcsolatban állt. Nyíregyházán séta közben egy erdős területen összevesztek, és a vita hevében megfojtotta a lányt. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Egy 12 éves tiszarádi lány eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségre egyik családtagja szeptember 22-én. A rokon elmondta, hogy a lány előző nap otthonában megsérült, és a család egyik férfi ismerőse Nyíregyházára orvosi ellátásra kísérte, azonban onnan nem érkeztek haza. Kollégáim haladéktalanul nagy erőkkel kezdték meg a nyomozást az eltűnt fiatal lány felkutatási érdekében. Ennek kapcsán mintegy nagyon rövid idő alatt megtalálták a fiatal lányt korábban orvosi ellátásra kísérő 32 éves gávavencselői férfit, aki gyanúsította kihallgatása alatt kollégáimnak elmondta, hogy a lányjal szerelmi kapcsolatban álltak, és az orvosi ellátás után Nyíregyházán sétálni indultak, egyszer egy erdős fás területre értek, ahol azonban összevesztek, és a vita hevében megfojtotta, majd sorsára hagyta a fiatal lányt. Kollégáim a 32 éves férfit emberölés büntet megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A Nébik szakemberei arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy körültekintően és csak biztos helyről vásároljanak tűzifát, hiszen már megjelentek a közösségi oldalakon a csalók. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye területén a Nyírerdő ZRT a hivatalos erdőgazdálkodó és kereskedő. A társaság már elkezdte az idei fakitermelést, és az előző téről is maradt közel 60 ezer köbméter tüzelő. A székesfehérvári állami erdőgazdaság nevével már elkezdtek visszaélni. A Nébik ellenőre azonban szeptember elején egy telefonos próbavásárlással sikeresen lebuktatta a csaló tűzifaárust. Bár még messze van az igazi fűtési szezon, ilyenkor már sokan vásárolnak tűzifát, ezzel együtt pedig megszaporodnak a megtévesztő hirdetések és a hazug eladók is. Ezekről a Nébik fekete listát vezet, a jelenlegi közösségi médiás eladók körülbelül fele már szerepel rajta. A hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy kizárólag megbízható helyről és kellő odafigyeléssel vásároljunk tűzifát. Amit minden esetben egy tűzifa vásárlásnál kapnunk kell, az három dokumentum, egy számla vagy egy nyugta, egy úgynevezett tűzifa szállítójegy, amin fel van tüntetve a vásárolt tűzifa feldolgozási formája, fafaja, mennyisége, illetve a harmadik egy tűzifa vásárlói tájékoztató, aminek tartalmát jogszabály írja elő. Ha valaki úgy dönt, hogy nem térfogasztó, hanem tömegre vásárol tűzifát, akkor emellett még egy mázsa jegyet is kapnia kell, amin fel van tüntetve, hogy hol milyen hitelesített mérlegen mérték le a szállítmányt. A csalók elkerülése érdekében a Nébik honlapján az EUTR vásárlói információs oldalon részletesen leírnak mindent, amire érdemes figyelni a tűzifa vásárlásnál. Ezek a tölgyfák már a Nyírerdő ZRT területén várják, hogy elszállítsa őket a társaság. Még januárban kerültek ide, azóta szépen kiszáradtak, tehát igazán jó fűtőértékkel bírnak majd. De fontos a további tárolás módja is. Az a legfontosabb, hogy levegőn tárolja a tűzifát, tehát ha megvásárolja. Ugye amit mi árulunk, mi értékesítünk tűzifát, az elsősorban méteres formában sarangból értendő. Ezt ugye még haza kell vinni, fel kell vágni, fel kell hasítani, és miután ez megtörtént, akkor célszerű még levegős, szellős helyen tárolni. Nem fontos, hogy zárt legyen a hely, tehát hogy abszolút zárt, sőt, ugye az a jó, ha szellőzik, az eső ellen, tehát a közvetlen eső ellen célszerű letakarni valamivel, de nem kell, hogy ez mindenképpen a pincét jelentse, vagy teljesen zárt helyet. Egy átlagos háztartás körülbelül 5-10 köbmétert szokott betárazni egy szezon előtt, ez egy közepesen hideg térre bőven elegendő mennyiség. A korábbi évek tűzifa programjában sok fát felvásároltak,
Az előző tél viszont annyira enyhe volt, hogy az otthoni készletek nem fogytak túl nagy mértékben. Így az erdészetnek is maradt tavalyról közel 60 ezer köbméter fa. A nyíregyháza ZRT működési területén évente egy szűk 100 ezer köbméter tüzifát termel, keménylombos tüzifát. Ennek egy nagyon nagy része szociális tüzifáként értékesül, az önkormányzatok részére értékesítjük. Egy része feldolgozásra kerül, kalodás, kész, konyhakész tüzifára, és nagyon nagy része kerül a lakosság részére. Én azt tudom mondani, hogy aki még nem vásárolta meg a tüzelőt, vagy esetleg már a következő szezonban gondolkodik, most viszonylag nagyon jó minőségű tüzifát, száraz tüzifát, ez a legfontosabb, száraz tüzifát tud vásárolni. És nem csak a minőség lesz jó, hanem az ár is. Előre láthatólag a 2022-ben és 2023-ban kormányhatározat által maximalizált árnál olcsóbban lehet idén tüzelőt vásárolni a hivatalos telephelyekről is. A rászoruló háztartások pedig idén is számíthatnak a szociális tüzelőanyag programra. Idén az önkormányzatok 5 milliárd forintnyi támogatást kaptak, hogy a legkisebb települések lakói is hozzájuthassanak a téli tüzelőhöz. Már a harmadik okos zebrát adták át Máté Szalkán. A Generália Biztonságért Alapítvány több mint 4 millió forintból biztosította a második generációs gyalogátkelőhely kiépítését. Míg sok intelligens zebra folyamatosan villog, ez csak akkor jelez, amikor a gyalogos tényleg a veszélyzónában tartózkodik. A rendőrség statisztikája szerint a 2023-as évben több mint 2100 olyan baleset következett be az országban, melyben gyalogosok voltak az érintettek. Korábban ezen az útszakaszon is több ilyen eset történt. Leginkább a lakott területen belüli útszakaszokon következtek be a balesetek, többségében a nappali természetes fényviszonyok között, de igen magas számban fordultak elő az éjszakai órákban is gyalogos elütéseink. Éppen ezért nagyon fontos ez a beruházás is, hogy megvilágítsuk a gyalogos átkelőhelyeket, ezáltal is a gyalogosok védelmét biztosítsuk. Most a Generália Biztonságért Alapítvány támogatásával messziről is jól látható átkelőhely segíti a gyalogos forgalmat. Ez a harmadik okos zebra Máté Szalkán. Ez a zebra, ami a hátam mögött van, egyszerre vezet ugye a Mátészalkai kispiac az egyik legújabb közösségi szintér felé. Van itt egy általános iskola, és a közvetlen közelébe a zebrának két középiskola is. Tehát ez segíti a gyerekek biztonságát mindenképpen, de ugyanakkor például, aki a városközpontot busszal megközelíti, hiszen Mátészalka ugye egy közlekedési központ is, azok számára is biztonságos átkelést nyújt, mondjuk a polgármesteri hivatal, illetve a járási hivatal felé. Tehát mindenképpen nagyot léptünk előre a biztonság felé. A Generália Közlekedési Kultúra Napja kapcsán indított lakossági szavazást. Két héten át online lehetett megszavazni a 19 legveszélyesebbnek ítélt iskola közelében található gyalogátkelőhelyből azt, amelyik okossá lesz alakítva. A több mint fél millió beérkező szavazatból Máté Szalka kapta a legtöbbet. Így az alapítvány 4,5 millió forintból biztosította a második generációs okos zebra telepítését. Úgynevezett Safe Cross Zebra, amit a Pearl Entertainment-tel közösen, illetve ők vitelezik ki. Azért okos, mert egy kamera található egy oszlopon, a közvetlen zebra közelében, mindkét oldalon, így amikor a gyalogos valóban átkelni készül, érzékeli a rendszer, hogy szeretne átkelni, és ekkor az úttestbe beépített prizmák, amik nagyon jól láthatók, egyébként most is ragyogó napsütés van, és erről megbizonyosodhatnak, hogy már több száz méterről az autósok láthatják, hogy itt bizony gyalogos átkelőhely van, és hogy aktív a gyalogos átkelőhely, hiszen egy gyalogos megközelítette, tehát át fog kelni rajta. És miután átkelt, szintén érzékeli a kamera, és leállítja a villogást. Míg sok okos zebra folyamatosan villog, ez csak akkor villan fel, amikor a gyalogosok ténylegesen a veszélyzónában tartózkodnak. Annak érdekében, hogy biztonságosabbak legyenek az utak, eddig több mint 60 ehhez hasonló átkelőhelyet adtak át az országban. A múlt folyamatos kutatása, speciális családkutatási programok, levéltári szolgáltatások, együttműködések a határon túl is. Ezek mind a Vármegyei Levéltár feladatai. Kujbusné dr. Mecsei Éva igazgatótól nemrégiben dr. Bánszki Hajnalka vette át a vezetői feladatokat a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára élén.
15 éve levéltárosként, 10 éve igazgató helyettesként dolgozott a Vármegyei Levéltárban dr. Bánszky Hajnalka, aki ma már a közművelődési intézmény igazgatójaként irányítja a levéltárban zajló munkát. Emellett természetesen folytatja a már korábban megkezdett kutató munkáját is. A levéltár új igazgatója a 35 perc vendége volt. Én a doktori disszertációmat a Csehszlovák-Magyar Lakosság Csere Nyíregyházán és környékén címmel írtam, hamarosan egyébként megjelenik könyvformájában is. Hát a kutatás az minden levéltárosnak fontos, most függetlenül attól, hogy sima levéltárosként vagy vezetői megbízással ül a székében, illetve ez kötelességünk is, hiszen így ismernek meg bennünket a szélesebben vett szakmában, illetve a helyi tudományos közéletben is. Tehát mindenféleképpen fogom, illetve szélesítem is ezt a témát. Tehát én a menekült kérdéssel, illetve 45-47 közötti társadalomtörténet felé kacsintgatok. Én tudok szlovákul, az én egyik első feladatom az az volt, hogy a régi ócse nyelvű szövegeket olvastam, regesztáztam. Tehát foglalkoztam ezekkel az iratokkal is, illetve 19. századi társadalomtörténetből nekem is van tanulmányom, vannak életmódtörténeti tanulmányaim, illetve érdekel az itteni evangélikus közösségnek a vallásgyakorlása, a társadalomtörténete, a szlovák asszimiláció, ami mind, tehát 20. század közepét megelőző időszak. A Vármegyei Levéltár a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként működik, így a továbbiakban is az eddigi hagyományokat követve végzik majd tevékenységüket az ott dolgozók, mondta dr. Bánszky Hajnalka. Azt pedig, hogy 10 évnyi igazgató helyettesi munkakörben eltöltött munka után az intézmény vezetőjeként fog dolgozni a jövőben, egyfajta kontinuitásnak nevezte, haladva elődje Kujbusné dr. Mecsei Éva nyomdokain. Továbbra is fontosak a rendezvényeink, fontosak a határon túli tudományos kapcsolataink, szeretnénk projekteket folytatni a későbbiekben is vele, szeretném továbbra is a Vármegye, illetve a városi tudományos intézményekkel és közgyűjteményekkel fenntartani a kapcsolatot, tovább bővíteni az iskolákkal való együttműködéseket. A levéltár a magyar hivatali rendszer része. A közgyűjtemény őrzi a levéltár érett iratokat. Ennek érdekében folyamatosan tartják a kapcsolatot a Vármegyében működő iratképző intézményekkel. Ma már kiemelt a levéltárban is a digitális ügykezelés, ami azért is fontos, mert az ügyfélforgalom nagy része is a levéltárban őrzött iratokra alapul, akár hivatalos ügyben, akár kutatási céllal fordul a lakosság a levéltárosokhoz. 2024-ben is megrendezik a Verbunk napját. A Hagyományok Háza által életre hívott hagyományőrző program a Kárpát-medence 5 pontján várja majd szeptember 28-án a látogatókat. A nyíregyházi helyszín ezúttal is az autentikus vidéki környezetet biztosító Sóstói Múzeumfalu lesz. A kezdeményezés lényege az értékmentés mellett az, hogy valamennyi fellépő együtt táncoljon a közönséggel. Nyíregyházán és környékén komoly hagyomány van a Verbunknak. Nyíregyházi táncosok adtak ízelítőt azon a sajtótájékoztatón, ahol az idén már negyedik alkalommal megvalósuló Verbunk napja programjaira hívták fel a figyelmet. A kezdeményezés a Kárpát-medence 5 pontján várja majd szeptember 28-án a látogatókat. A kiválasztott helyszínek mindegyike komoly hagyományokkal rendelkezik a Verbunk tánc terén. Egy új stílusú tánc, ez azt jelenti, hogy sokkal fiatalabb, mint a legrégebben alakult ugrós, legényes, forgós, forgatós táncaink. Ez a Verbunk és csárdása a legújabb tulajdonképpen a nép táncai közül. A 18.-19. században alakult és kristályosodott ki ez a dolog. És hát például itt ugye Nyíregyházán, illetve a nyíregyházi környékbeli településeken ennek óriási hagyománya volt. A mai napig is, amikor egy lakodalomba elmegyünk egy kisebb településen, a férfiak képesek arra, hogy külön a nőktől egy kicsit ottan csapjanak, táncoljanak, ezeket nevezzük Verbunknak. Verbunk, csapás vagy épp csárdás egyedül. Így is nevezik ezt a táncot, amely a szeptember 28-ai program középpontjában áll.
A fellépő táncegyüttesek és a közönség számára a Szikes zenekar húzza majd a talpalávalót. Az egésznapos programban szerepel viseletbemutató, tréfás felbuválás, és lesz szabad bál is. Az ember versben, dalban sok mindent el tud mondani, de is tudja táncolni ugyanezeket az érzéseket, ezt a világot meg tudja jeleníteni, és egy népzenével párosulva ez igazából egy olyan felgeteges sót tud mutatni a mai embernek, amelyben komoly tudás van, komoly gyakorlás van, és komoly előadásmód is van, és ez a hármas, hogyha egyesül, akkor azt hiszem, hogy csak olyan műsorok jöhetnek, amelyek szórakoztatóak, de közben van benne egy értékmentés is, mivel ugye, hogyha nem lennének ezek a táncoktatók és a táncosok, akkor szépen elhalványulhatna minden olyan érték, amelyet a régi eleink még táncoltak. A Verbung napja összesen 5 helyszínt érint. A Hagyományok háza Sepsiszentgyörgy, Kóny és Komárom mellett az 5. a Sóstói Múzeumfalu, amely a szervezésben is részt vesz, és kísérő programjaival teszi teljessé a napot a hagyományőrzés jegyében. Az élő portáink azok, amik ilyenkor azt gondolom, hogy működőképesek ehhez a programhoz, ehhez a rendezvényhez. Ilyenkor a nagymosástól kezdve a gyújteakóstoláson át az élő kiállításokig van egy cukorkás kiállításunk, egy csíkostáska telebagázsnyi kiállításunk, amikhez mindig rendelünk olyan tárlatvezetőket, hagyományőröket, akik interaktívá tudják tenni ezeket az egységeket. És nagyon fontos az, hogy a gyerekek számára is a múzeum egy kicsit másképpen jelenik meg. Népi játszóudvarra, térképes játékkal is szoktunk készülni ezekre a rendezvényekkel. Mind a mellett per természetesen azzal, hogy kedvezményes jegyárral látogathatnak meg bennünket, és a szabad bál alkalmát 17:30-kor pedig teljesen ingyenesen látogatható a Sóstói Múzeumfalu. A program sötétedésig tart, és rossz idő esetén is megrendezik. Abban az esetben a Csürben kap helyet a Verbung napja. Futottak, ugrottak, kúsztak, másztak, csúsztak azok, akik az elmúlt hétvégén rajthozáltak a nyíregyházi Extreme Trail Weekend valamelyik versenyszámában. A szervezők olyan pályát építettek, amely alaposan megizzasztotta a versenyzőket. Ennek ellenére a 2 nap alatt több mint 700-an feszegették határaikat. 6. alkalommal gyülekeztek az extrém sportok szerelmesei a nyíregyházi megmérettetésre, amelynek központja ismét a Sóstói strand területe volt. Vitkai Elemér szerint az országban mintegy 2000 olyan sportember van, akik rendszeresen elindulnak extrém sportversenyeken. Közülük több százan rajthozáltak Nyíregyházán, számukra igyekeztek egy nehéz pályát kijelölni a szervezők. A szombati nap a terepakadályfutásé a főszerep. A maga terep kell megküzdeni, és közben tereptárgyak vannak még azért a kitéve, plusz akadályok vannak kitéve, azok az akadályok, ami mesterséges akadályok, amit mi építettünk, és ezeket kell leküzdeni. Vannak különlegesebb akadályunk, van most a ninja felfutó, a ninja lépés inkább technikai, tehát nem erőfeladat. Vannak olyan erőfeladatok, amik csüngősek, azok egy kicsit igénybe fogják venni a versenyzőket, de ha véletlenül nem tudja, akkor van egy büntetés, 15 burpee, és mehet tovább. Mint Benkő Róbert elmondta, ezen a rendezvényen mindenki győztes, aki teljesíti a távot. Ennek is köszönhető, hogy a versenyzők buzdítják egymást, és a hangulat is családias. Mindig jönnek visszatérő versenyzők, és ők is hoznak magukkal barátaikat, családtagjaikat, vagy nagyon sok olyan van, hogy jönnek a diákok nekünk segíteni önkéntes munkára, és a következő alkalommal azt veszük észre, hogy ők már versenyzőkét regisztráltak be, mert úgy megtetszett nekik a rendezvény. Rengeteg fél akadályunk van, könnyebb is, nehezebb is, de egy nehezebb akadályt is, hogyha sikeresen abszolvál egy versenyző, akkor borzasztó nagy boldogság érzete van, és ez a további fejlődésére is jobban kihat, és jobban szeretne még teljesíteni a következőkben. Az úgynevezett profik között elsőként Kocsis Dávid ért célba, aki 43 perc alatt teljesítette az akadályokkal nehezített 10 kilométeres távot. Nagyon jó volt a pálya, imádom ezt a sóstói erdőt, nagyon jó vonalvezetést találtak ki a szervezők. Gyors, lendületes, kanyargós, ahogy az kell. A Dragon Race csapatában vagyok már immáron 2 éve,
Vannak itt a csapattársaim közül többen is, velük szoktunk együtt készülni, illetve a Nyíregyházi Atlétika Centrumba is járok oda, és edzésre felkészülés szempontjából, illetve otthon a saját súlyos edzésekkel próbálok készülni. Dávid levezetésként még az 5 kilométeres pályán is végigment, de a családok és a gyerekek számára is kínált programokat a 6. Extreme Trail Weekend, amely vasárnap a terepfutó versennyel zárult. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megöltek egy 12 éves lány Nyíregyházán. A rendőrség őrizetbe vett egy 32 éves gáva bencselői férfit, aki a nyomozóknak elmondta, hogy a fiatal lánnyal szerelmi kapcsolatban állt. Nyíregyházán séta közben egy erdős területen összevesztek, és a vita hevében megfojtotta a lányt. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Az előző télről közel 60 ezer köbméter tűzifa maradt készleten a Nyírerdő ZRT-nél. A társaság már elkezdte az idei fakitermelést is, és mint mondják, a korábbi hatósági ár alatt tudják majd értékesíteni a tűzifát. Ezért a nébi szakemberei is arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy körültekintően és csak biztos helyről vásároljanak tüzelőt. Újabb okoszebrát adtak át Mátészalkán. A forgalmas útszakaszon több baleset is történt eddig, ezt próbálják megelőzni az intelligens rendszerrel. A Generália Biztonságért Alapítvány eddig több mint 60 ehhez hasonló átkelőhelyet adott át az országban. Szeptember 25-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtökön este ismét jelentkezünk majd a Bárbegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Csütörtökön fátyol felhők szűrik a napsütést, emellett északon, északkeleten időnként vastagabb is lehet a felhőzet. Ott elvétve előfordulhat kisebb eső, zápor, másút csapadék nem valószínű. Napközben 23-25 fokig melegszik fel a levegő.